Van egy másik lépcsőpár, a Vasgereben utcától felvezető Francsics lépcső, és lefelé a Sörház lépcső. Ki volt ez a Francsics Károly? Francsics Károly Veszprém egyik történelmi nagysága. Ő egy borbély legény volt, egy pápai származású borbély legény volt, aki Halacsi János borbély mester műhelyébe dolgozott, akinek olyan hihetetlen írói hajlandósága volt, hogy Jókaival vetekedik a stilárisan. De ez naplomániákus ember volt. Ő leírja 1826-tól, amikor mint borbély legény ide ballag pápáról, egészen hát gyakorlatilag a halál előtt 1880-ban halt meg, de pár évvel halál előtt is még írt a naplóját. Amikor ez a kezembe került, és megtudtam, hogy hol lakott, tehát benéztem abba a pici kamorába, amelybe ő írta ezt a naplót, hát Isten bizony, elsírtam majdnem magam. Mondom, itt könyökölve nézte a főutca forgalmát. Hát minden valószínűleg szerint ő a borbély műhelybe mindig itt mászott föl ezen a nyaktörő lépcsőn, mert már romokban hevert 1826-ban is ez a lépcső. Hát mondom, ez minden nap itt ment el a borbély műhelybe, illetve vissza a Zsófikához. A Márkus József ezeréves kapitány irataiból tudjuk, hogy ez a lépcső már 1824-ben megvolt. Szerintem ugyan nézett ki, mint most. És tehát ez már megvolt, csak ilyen névtelen valami volt, de nem tudunk a 19. századi nevéről semmit. Úgyhogy Francsics Károlynak így most, én azt mondta kérésem, ez nem valósult meg, hogy tegyenek egy táblát az úgynevezett Halacsi borbélymester házára, örökítsék meg ennek a borbélegénynek, aki aztán örökölte a mesteri címet a főnökétől. Na, végre valahára, aztán nem tudom már mikor kiragasztották a Francsics lépcső nevet, úgyhogy szegény Francsics Károlynak ennyi emléke maradjon meg a város történetben.